Kosztolányi Dezső aranydiók. Három mese rossz fiúknak és rossz lányoknak. Farkas ordító hidegben küldött riportra a szerkesztőm karácsony éjszakáján. Ez sok évvel ezelőtt történt, mikor vidéken volt a újságíró. Bódorogtam a kis utcákon, míg lassankint elfogytak mellőlem a törpeházak, és hogyhogy hogy nem... Egy végtelen húsivatagra értem. Valami különöset kellett kieszelnem. Féltem a karácsonyi hangulatoktól, melyeket az olcsó olajnyomatokhoz tettek hasonlóvá rossz és olcsó írók. Megcsömörlöttem az idiltől. Az ünnep fanyar és újzamatát kutattam. Fantáziám a halottakat kereste föl. Modern csodákról álmodoztam, amelyek kávéházakban történnek meg, titkos fényfoltokról, amelyeket a puszta mélyén villamos lámpák fakasztottak. Kísértetekről, akik telefonon beszélnek és automobilon robognak el. Így született meg kószálva vagy vonaton fagyoskodva ez a három kis riport, amelynek semmi különösebb fontosságot nem tulajdonítok, de szeretem őket ma is. Mert kiböjtölt riport fantáziám koholta, s eddig egyáltalán le sem írtam. Olvassák. A börtönben. Elmentem a börtönbe, és megtekintettem a rabok karácsonyát. Hosszú sorokban állottak a rabok kopaszra nyírva, földszínű ruhában, a gyerekek szomorú nézésével. Bámulták a lángokat. Egészen hasonlatosak voltak így az ártatlan kisdedekhez, akiknek egy színes lánc is örömet okoz. Aztán áhítatosan imádkoztak, énekeltek az öregbetűs imakönyvből. A pap szelíden és vígasztalóan beszélt hozzájuk, akiket ezen az estén mindenki elfelejtett. Végül mindegyik megkapta a maga ajándékát. De a rabok elégedetlenek voltak a karácsonnyal. A tolvaj éjfélkor csendesen odakúszott a betörőhöz, és kilopta zsebéből az aranydiókat. A gyújtogató a színes gyertyával felgyújtotta a karácsonyfát, és piromániás szemmel bámulta a sistergő fenyőfát. A vadorzó lasszót vetett egy papírlánccal a játéköszvérre, a gyilkos pedig megragadta a pojácát, egy sötét sarokba cipelte, s ottan rettenetes arccal, vérszomjas kegyetlenséggel felhasította viasztorkát. Aztán mind boldogan elaludtak. A telefonközpontban Gyakran gondolok ezen az estén a telefon kisasszonyokra is, akik szegények, az angyalok csengettyűzését szeretnék hallani, és csak ami brutális jeleinkre kell figyelni ők de egy karácsony este csoda történt. Egymás utánban hívtam barátaimat a telefonkagylóhoz, és egyikkel sem kaptam összeköttetést. Abban az órában történik ez, midőn az ajtók kinyílnak, s a szemek tükrén tündéri fényben ezer és ezer karácsonyfa tükröződik, és az emberek ámulva állnak a rege fényes küszöbe előtt. 58.00 Mással beszél, recsegte a központ. 55-59. Mással beszél. Valami 20-30 ember csöngettem fel, most már csupa bosszuságból és kíváncsiságból, mindig csak a sztereotíp választ kaptam. Mással beszél. Kikkel beszélnek? Az éggel, felelte egy szelít hang. Kirohantam az éjszakába, is, csak ugyan csodát láttam. A telefondrótok kibillentek vízszintes nyugalmukból, s az ünnep vigadalmában nyílegyenesen sisteregtek fel az égbe egy vakító sugárkévében, mint a rakéták egészen az úr trónusáig. Ha nem hiszik ezt el, emeljék le karácsony estén a telefonkagylót. Csodálatos bizsergést lehet benne hallani. A három királyok imája, a pásztorok éneke hallatszik benne, az angyalok harmonikája és trombitája. Azoknak, akik finomabb fülűek, hallják Szent Cecília Prímhegedűjét is, amely diszkréten, fátyolosan, csodálatos művészettel vezeti az égi koncertet. Interjú a karácsonyi babákkal. Hölgyeim, mondtam. Kisasszonyok és hercegnők, tündérek vagy boszorkák, üdvözlöm Önöket! Miért nem felelnek? Pedig úgy szeretem magukat. Kiskorom óta figyelem az életüket, s csodálkozom, mennyire tud hazudni a kóc, a porcelán és a fűrészpor. A hugon babáiba mindig végzetesen szerelmes voltam. Ha megszólaltak volna, talán kiábrándulok belőlük, de ők is hallgattak, mint maguk. Mi csoda a titkuk? Most a türelem fogytán, izgat a közönyük, a pávaszerű bölcsességük, a fitos és pimasz eleganciájuk. Ön például, kedves baba kisasszony, úgy dölt oldalt, mintha migrénye volna. Tudom, hogy csak tetteti, de remekül tetteti, és meg kell kérdeznem, kit akar hipnotizálni, becsapni, meghódítani. Engem hiába környékez, ismerem önt. Valamint azt a karcsú fekete hölgyet is, aki ott a másik szobában egy sarokban az ájulást utánozza, csalódásig hűen. A szőke vár kisasszony sem különb, ő már tegnap óta rám szegi kék üveg szemét, mintha csak én lennék a világon. A szemébe beleül a lelke, a köny elfutja a kék üveget. Van önöknek lelkük? Tudom, hogy ez a nő sem figyel rám, és másra gondol éppen, mivel a szemembe néz csak a francia babák kémlenek. Azok is akkor, ha lehunják szempillájukat és az alvást pózolják. Engem most ez a probléma foglalkoztat, és az, hogy miért nincs férfi baba. Már a pogányok is csak a nőket mintázták meg. A férfi bohóc volt, ördög és krampusz. Én pedig el tudok képzelni férfi bábukat is. Kis villamos kalauzokat és huszártiszteket, icike-picike doktorokat, ezüst hőmérővel, és apró költőket hosszú hajjal és viaszsárga arccal, aztán fehér lisztkereskedőket, vörös üstökű ripacsos uzsorásokat, s komikus bankárokat. Miért nem akad baba művész, aki ilyeneket gyárt? Valószínűleg azért, mert a nőket könnyebb utánozni. Milyen ostobán ferdülnek a deszkafalhoz, falhoz, és mégis teljes illúzióval hatnak rám mennyi megfejthetetlen, rettenetes és tragikus van egy ilyen pózban. Milyen kevés emberi és mennyi női. Egy kis sejem, pár batisztrongy, kevés arcfesték, és ugyebár egészen készen vannak. Nem igaz? Azt hiszem, hogy önök és a nők értik is egymást. Most, hogy itt vagyok, természetesen alakoskodnak de ha kimegyünk innen is egyedül maradnak a karácsonyfával, akkor összevillan a szemük és megszólalnak, szorongatják egymás kezét és kinevetnek bennünket. Nem önről beszélek, Jámbor bábú, aki ott ül pesztonka ruhában, s a szája még álmos a tejtől. Nem is magáról, drága nagyságos asszonyom, szimpatikus lúdtípus. De ezekről a csitri senkikről, ezekről a fekete bábukról, akik mereven néznek, könnyeznek, vagy mosolyognak, néha elfintorítják az arcukat, milyen rossz pesgőt nyeltek volna is, züllötten, szomorúan, mint egy kacér kabaré díva, széttárják a karjukat, és sóváran áttölelik a levegőt. Mit jelent ez? Mondja meg ön kedves rokokódáma, akivel annyit foglalkoztam, akinek feltártam összes problémámat, míg kegyes arcot mutatott hozzá, és a szájával, az előkelő nimpenburgi porcelán szájával örök hűséget esküdött nekem. Tegnap a hallgatásban annyi mélység is érzés volt. A gondolataim fehér parókát viseltek, és szertartásos menüetteket lejtettek bőszoknyája körül. Ma pedig hidegen emeli rám a szemét. Kacérkodik a többiekkel, és fitymál engem, aki így, lógó kezekkel, égő arccal, a boldogtalanság eleven szobra vagyok. Egy bolond, aki egy babába szerelmes. Mit tegyek? Mire dobban meg az ön porcelán szíve? Összeharapott fogakkal illedelmesen imádjam? Vagy lázongjak? Vagy leejtsem komoly fejemet az ön laktopánkájára, és meghalljak itt a lábainál? Bács megyei Napló 1911. december 24.